Hát két nagy ágyút köszöntünk itt a stúdióban, Gosztonyi Csaba, a reklámszakember és színész, és Lengyel Tamás színész. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Volt, ilyenkor mindig szerencsések vagyunk mi műsorvezetők, amikor még a rendes beszélgetés előtt van néhány percünk arra, hogy a vendégekkel kicsit bemelegítsünk, átbeszéljük azért a beszélgetésünk témáját. De mondjad. Ne, hát a Csabán nevetek, mondta, hogy jó volt. És a színészeket segítő startupról beszélgettünk, amelyet Lengyel Tamás a Jászai Mari díjából indított el, hiszen egy Jászai Mari díjas művésszel van dolgunk. És én kérdeztem tőle az előbb, amikor beszélgettünk, hogy az az összeg elég volt ehhez a startuphoz, de természetesen nem, az egy induló tőke volt. Igen. Miről van szó, mekkora projekt, és hol tartotok? Hát az elején tartunk, túl vagyunk egy 10 hónapos tárgyaláson, tőkeinjekciót kaptunk egy kockázati befektetőtől, High Ventures ZRT-től, úgyhogy most már nem csak álmodozunk, hanem professzionális körülmények között van lehetőségünk megvalósítani. Na, itt álljunk meg egy gondolatra, hogy most a fejlesztés az hol tart, mert tulajdonképpen most milyen startupról van szó? Hát ez startup, tehát divatos azt mondani, hogy ez az. Tulajdonképpen egy ötlet volt, amit Tomival elkezdtünk, neki ez egy szívügye volt, és ebből aztán alakult, ami alakult. És mivel nem tudtuk a saját erőnkből ezt már finanszírozni, ezért, és tudtuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog a szakmának, ezért gyakorlatilag bekopogtattunk a High Ventureshez, kértünk pénzt és kaptunk, és most ugye az a kötelezettségünk is megvan, hogy nemzetközi szinten próbáljuk meg ezt megcsinálni. Úgyhogy... Ne csigázzatok tovább a nézőt, mondjuk el, hogy miről beszélünk, mert az még nem hangzott el, hogy mi a sztori. Ez egy olyan platform, amiben a színészek és a megrendelőknek a kapcsolódását könnyítjük meg. Hogyan? Úgy, hogy gyakorlatilag egy rendszeren keresztül tudnak, olyan, mint egy színész lexikon, úgy képzeljétek el, csak digitális formátumban, és gyakorlatilag minden olyan színész, aki vagy végzettséggel bír, vagy professzionálisan dolgozik, ez nagyjából mondjuk magyar ajkúból 2500 ember, 2500. Ők elvileg egyenlő esélyekkel tudnak indulni egy olyan produkció esetében, amikor valaki egy sorozatot, vagy mondjuk egy filmet szeret. Jó, nézzük ezt gyakorlatban, hogy működne. Van egy rendező, aki keres mondjuk a filmjéhez, a készülő filmjéhez színészeket. Felmegy erre, vagy meglátogatja ezt a szabad színész elnevezésű honlapot, ugye? Szabadszínész.hu, igen. Így van. Az egyik oldalról bemehetnek a színészek, ők regisztrálnak, csinálnak egy saját portfóliót saját maguknak, ami aztán megjelenik egy keresőből. A másik oldalon belép a produkciós gyártócég, castingiroda, bármelyik, és egy szofisztikált szűrő alapján kikeresi magának azokat az embereket, akik szóba jöhetnek mondjuk egy Kinek karakterre. Akartál ezzel segíteni, hiszen olyan országosan ismert művészek, mint te, nem szorulnak arra, hogy be kelljen őket mutatni. Most őszintén mondom, te veled kapcsolatban nem kell CV-t nézni, fotót nézni, mindenki tudja, hogy ki vagy. Hát azoknak segít-e, akik nem ilyenek? Jól hangzik ez, hogy ez egy önzetlen cél, de hát azért ez ennél több. Igazából egy színésznek amblok az a problémája, hogy nem tudja a szabad kapacitását és a ráérését megfelelően kommunikálni. Volt egy eset, amikor ez kiderült, hogy ez a lényeg. Igen, valaki ráért volna 6 hónapon keresztül, viszont nem tudta az információt átjuttatni, és onnan jutott az eszünkbe, hogy talán szükség lenne egy olyan felületre, ami ezt segít kommunikálni. Mennyire bonyolult technikailag összerakni egy ilyen felületet? Hát ezt a programozóktól kéne megkérdezni. Jó, de nekünk nagyon bonyolultnak tűnik. Nem, hát most csak azért kérdezem, mert ugye ezt a pénz az idő múlásából, a pénz befektetéséből is gondolom lehet következtetni, nem? Miközben azt tudjuk mondani, hogy egy honlapnak, egy klasszikus honlapnak az összeállítását már el lehet készíteni pár 10 000 forintból, egy ilyen történet azért gondolom időigényes. Itt nagyon sokféle összefüggés van, és sokféle dimenzióban működik ez az oldal. Tehát ugye maga az oldal nem csak ezt hivatott csinálni, hanem a későbbiekben munkát próbál majd egyeztetni, lesz benne egy hangbank, ami lehetőséget nyújt arra, hogy... valakinek a hangját. Hát nem feltétlenül te, de egy produkciós cég, hogy ott is nagyobb... Én nem hallhatom meg. Te nem, abban az esetben, hogyha neked van egy produkciós céged, és te regisztrálsz, és ez egy valós cég, akkor igen, akkor te neked is hozzáférésed lesz. De ennek is az a lényege, hogy nagyobb legyen a merítés, hogy a színvonal emelkedjen, akkor ezen kívül lesz benne egy úgynevezett hackney site, ami a saját egyszemélyes produkció. Hát, ez az első, és gyűlölöm, amikor így hívja. Ez szörnyű.
az egyszemélyes produkciókat tudod majd áruba bocsátani. Miért van olyan színész Magyarországon, aki vőfélyként dolgozik? Igen, de majd találunk erre, tehát ez a most a munkaneve, találunk erre egy megfelelő nevet. Tehát, hogy azért ezt összeállítani és összehozni, az egy rendkívül macerás dolog, és nagyon ideigényes. Van-e ellenmondás most a munkakeresés miatt? Sok-sok színész fordul meg itt nálunk a stúdióban, és szerencsére mindenki azt elmondja, hogy most egy olyan korszakot élnek a művészek, a színészeink, hogy van munka bőven, a kőszínházak tele vannak, egyre több film forog, tehát mindenkinek van munkája. Hát az az érdekes, hogy mi most jöttünk haza Marosvásárhelyről, ahol az ottani 3G színháznak a vezetője, Benedek Boton gyakorlatilag összehozott minket 120 színésszel. Rendkívül jó magyar színészek, ezt azért is mondhatom, mert gyakorlatilag minden nap voltunk színházban a Tomival, és olyan arcok, akiket soha nem látsz. Tehát, hogyha van egy alapos casting, föltűnnek arcok, mondjuk a Koyot című filmben, és akkor azt mondta mindenki, hogy voltak ezek a színészek, hogy nem találkoztam velük soha, azért, mert nincsen merítés. Tehát ezeket a színészeket gyakorlatilag érdemes megtalálni, és ugyanolyan esélyt adni nekik arra, hogy munkát kapjanak. Arról nem is beszélve, hogy ez a produkciók érdeke is. Rengeteg sok fikciós sorozat készül, meg pilotok készülnek, és egyszerűen kell a frissítés. Azért az valahol mégiscsak nagyon szép és tiszteletreméltó, hogy egy olyan művész, akit mindenki megtalál, mint ahogyan ti azok vagytok, olyannak akar segíteni, például Marosvásárhelyről, akiket kevesen ismernek, és esélyt ad nekik ez a szájt lehet. Mi azt gondoljuk? Piaci logika van, tehát hogy persze szépen hangzik, és amúgy egyébként van egy ilyen hivatásunk, mert nyilván úgy érdemes csak valamit csinálni, hogyha hiszel benne, van valami, tényleg valami mély tartalma. Viszont akkor nézzük a bizniszmodellt. Tehát mi, ki keres ezen? Hogyan kapja vissza például a befektető a pénzét? Kinek kell fizetni regisztrációért mindkét félnek? És akkor nektek ez miért éri meg, hogyha piacon... Nagyon leegyszűrűsítve mindkét félnek. A professzionális színészeknek, mivel ők képezik az adatbázis értékét, nekik van egy úgynevezett freemium modell, de természetesen, hogyha valaki olyat akar közölni, ami neki fontos, és nem a megrendelőknek, akkor azért van egy minimális havidíj, és a megrendelők is fizetnek ezért, úgyhogy gyakorlatilag mind a két oldal ilyen értelemben fizet érte, és hát ez egy idő után rentábilis lesz legalábbis az üzleti terv. Van rá modell egyébként, hogy mennyi idő múlva lehet ez potenciálisan rentábilis az üzleti tervben? Azon múlik, hogy a külföldi piacokon mik az elérések, de hát nagyjából olyan két évvel számolunk. Most egy nagyon izgalmas... A második év végén fordul... talán nyereségbe. Hát már kész van a román szájtunk is, ott is most már 200-300 színész a látómezőnkben, úgyhogy ott ugyanezek a problémák. Igen. Egy vidéki város, és onnan egyébként nem ugyanazokkal. Egyébként olyannyira jó a gondolat, meg jó az ötlet, mert nekem most ugrott be, nem biztos, hogy együtt voltunk itt a stúdióba, de jó pár hónappal ezelőtt voltak itt vendégeink, és akkor a zene volt a lényeg. Ugyanez volt, ugyanez a modell zenére. Csak akkor a zenészekre fókuszáltak, és ott emlékeim szerint pár Európai Uniós ország ugye már benne is volt ugye ebben a programban. Mi nekünk a célunk pont... Zene és tánc volt, azt hiszem. Pont valahogy a kelet-európai színészeknek az egy platformba terelése, mert az a tapasztalatunk, hogy azok a színészek, akik ebben a régióban gyakorolják a szakmát, nekik nincsen annyi lehetőségük saját maguk megmutatására. Míg tőlünk nyugatabbra vannak ügynökségek, akik bizonyos számú emberek vagy színészeknek a portfóliójának a gondozásával és annak propagálásával foglalkoznak, itt ebben a környéken nincsen. Viszont olyan szervizprodukciók forognak, amiben potenciálisan megfelelő aspiránsok lehetnének ezek a színészek. Tulajdonképpen akkor a ti vállalkozásotok több tud lenni segítségképpen is, akár egy jól működő vagy régóta működő casting ügynökségnél? Nekik segít. Tehát mi egy dinamikus adatbázis vagyunk, ők statikus adatbázisokat építenek, ami ma már felhő alapú szolgáltatások idején, meg a digitális korban teljesen irreleváns dolog. Tehát gyakorlatilag mi azt próbáljuk vállalni, hogy a színészek, akik nálunk vannak, friss adatokkal fognak rendelkezni. Gyakorlatilag, hogyha valaki indít egy castingot, akkor itt a valós helyzetet, a valós képi, tehát azt, hogy hogy néz ki, nem pont kilövitek a piacról azt a teljes iparágat, ami például a műsorvezetőknél eléggé kimegy most már ez a menedzseri modell a divatból, mert meg lehet mindenki találni direktbe. Nézd, a ügynökségnek az a feladata, hogy hozzáadott értéket biztosítson, ők a Tamásnak fönt lesznek mondjuk az adatai, ha most őt hozom föl példának, viszont mi nem látjuk őt színházban,
az ügynökség dolga, hogy képben legyen azzal kapcsolatban, hogy mire képes, hogyha megkap egy könyvet, akkor tudjon javasolni a rendezőnek. Mi az adatokat szolgáltatjuk. És ezen túl ugye ők gondozzák a szerződést, ők szervezik le a castingot, tehát hogy mi igazából mindenkinek a munkáját szeretnénk ezzel az adatbázissal segíteni. Az internet alapúság az lehetővé teszi azt, hogy mindenhova elérjen is. Ennél fogva a lehető legfrissebb legyen minden általunk szolgáltatás. És bekapcsoljunk olyan területeket is, ahol egyébként Budapest elérhetetlen. Uh-huh. Dicséretre méltó, már csak azért is gondolom ezt egyébként, mert nem sok színész kezd bele ilyen típusú üzleti jellegű vállalkozásba. Tehát sok színész keresi ugye a megélhetési lehetőséget, de ez egy fontos üzleti modell is. Ez egy másik iparág. Köszönjük, hogy itt voltatok. Lejárt az időnk, Róbert. Ennyi azért belefér, hogy megyünk a posztra. Tényleg, megyünk a posztra. Hol lesz a poszt? Pécsett. Változatosság kedvéért, Pécsett. Gyerekek, én pécsiként, Baranya megyeiként. Átköltöztették Pécsre, Pécsről. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. És majdnem mondtam azt, hogy holnap is találkozunk, de nem, tulajdonképpen igen. Én hétfőn jövök. Én a Trütkóval hétfőn az európai parlamenti választások után viszem a reggelt, mert Júci éjszakában nyúlóan dolgozik valamelyik helyszínen. Azt hiszem, hogy ő a Fidesznél lesz tudósító. Engem meg megbíztak azzal a kollégáimányt az alapítványom részéről, hogy legalább egyszer mondjam el, hogy május 26-án nem csak európai parlamenti választások lesznek, hanem ezer lámpás éjszakája is, úgyhogy találkozunk önök. Én ott leszek a Királydombon. És remélem, hogy önök is. Igen, igen. Meg még másik öt városba el tudnak menni, legyen jó a hétvégéjük, legyen jó idő. Ti menjetek a posztra. Mi megyünk az ezer lámpásra, és ne felejtsenek el választani az viszontlátásra. Biztos, az biztos, abba a kamerába kell nézni, nézd. Ott. Hogy csináltak az előbb a Schwabiét?